pénzen. Kérdezd fel őket, ha jutnak a szolgadnak. Ők a legnagyobb akart csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás rekordéve. A sláger gyárba körül soha nem lesz vége. Eladom a lambomat és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihiszta vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött akasztalom, úgy tínak, hogy jajó. Ne szóljál be nekünk, mert egyből oda csapok. A fegyverbe tározva, bekészítve a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harca sok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az idő, bőven leraktuk a vizsgát. Ja, kék geng. Megyek az éjszakába, vezetem a bolygón, befordulok a grúvra, a srácok alá pakizom, hé, nézzetek már dögök, figyusztok, mit hoztam, mi a fasz a sarkon, tényleg ott a góram, ezt csináljuk egész nap, csak szórjuk a cuccunk, ezek vagyunk kékek, beváltuk a sorsunk, fegyverek, szavak, más nyelven nem értünk fel, kóstolod a gengek, durván fellépünk, a fehérek a streeten, semmitől nem félnek, a lélákkal együtt a szárba belelépnek, kidéljük a napjainkat, pörögnek a seftek, ha velünk is a teszt nem nyertesek lesztek. Nem ám. Csuki nyomja mellékesben, ne gecsiz velese, bevándorol a csávú, de fehér a tenyere, éjszakai levegő, csapja meg az arcom, a kocsiban az úzim, és mindig a maszkom. Gondold át néhányszor, hogy nekünk itt a párban, meg kiszállunk a bolygóból, nem ketten, de hárman. Ti vagyok és ha beszívok egy állat, szana szerte szétverem a fejedet, a bánat. Dóvatosban tajtom én a nőket, azt nem szerettem, ha a kocsimra rálőnek. Gyárom az utcát, terítem a cuccot, a tengerparton veszem meg a 2 eurós fuxot. Csörögnek a centek, a taxióra pörög, aki nem fizet viteldít, egy koporsóban dübörög. Telefon, pénztárca, minden ami érték, az utcánkban adod a Hektorék kérték. Fegyveropogásra kelek, fekszek, üdvözöl a gettó, én így szeretlek. Atti vagyok, a csapatom a kékek, ne kóstolj fel bennünket, én komolyan kérlek. A csontörő bátor tényleg senki sem véd, meg vágod, amit mondok, biztos, hogy érted. De fogunk ásni, ha az utcánkon krúzolsz, még akkor is, ha a zsekákkal smúzolsz, a bukmanere fúlos, ami a szíteket járom, a pornokazettákat meg hobbiból vágom. Sirén a hangja, töri meg a csendet, a zseka, valaki törőt mondom kerget. Minden sarkon lőnek, mint az állat. Tén az a gettó, de itt olcsóbbak a házak. Tumizslak titeket. Mi a fasz? Kék Geng part 2. Úristen, de ez vajon mit jelent? Tumizslak Danis, köszönöm a Snowfall. Dolgoztam sokat, dolgoztam. Snowfall, köszönöm szépen a szubodát. A szubok már jönnek, a szubok, köszönöm szépen. Dolgoztam sokat, szavaz designer. Az a lényeg, hogy eluralkodtam a kék vér, érte? A kék kébé nem tűnhet el az étterbe. Úgyhogy
rendbe kell rakni az alvilágot, meg az utcát, érted? Gondolj. Csúszlak, Erik. Majd meglátjuk, ki nevet a végén, mikor Typo elkap. Most miért nyomtam újra lejátszásra? Nem is ezt akartam. Csúszlak, Hunnia, szavaz Gábor, csúszlak titeket. Lájkoljátok a streamet és osszátok meg. Ezt nem is lehet. Amikor Timzi lájkoltatja a streamet a Twitch-en. Nem buktak ki még. Mindenki jó indulatú. Ki a faszom az? Ki ez itt? Ki ez a csávó itt előttem? Mit képzel, hogy beáll elém? Ezt a széket meg a nagy édetorta. Kösz szépen, nagy berobbanó indulásomat elrontottad. Ti is halljátok a ventilátort? Mindjárt felrobban. Gábor, köszönöm szépen a szubot! Mi a fasz, tényleg? Nem hallani? Csumizlak, kopasz! Úristen, azt mondanád, hogy hype-on adta a kezdőnk. Jaj, várjatok! Köszönöm szívem. Itt el van állítva minden. Na bazd meg. Igen, úgy. Meg még jöjjön egy kamera is. Kamera. Kamera, igen. Nem jó. Ha nem jó. Köszönöm szépen még egyszer a szubot, kat, a szubot, kat, és a hype vonatot. Nem működik a kamera. A kurva anyját. Miért nem megy a kamera? Várjál? Tudom már. Tudom, miért nem megy, basz meg. Hát mégse. Szóval köszönöm szépen a szubgiftet, Igorban.
verkligen. Szefaszom. Kamera mennyibe? Várjál. Kibaszok vele. Igen. Igen. Nem. Hát a kurva anyád. Lepramanó. Köszönöm szépen a rédet, Lepramanó. Ismerlek. Hopp, megjelentünk. Megjelentünk. De most már csak a faszom verjen bele. Tényleg. Ez most így, tényleg ezt így kell. Élő egyenes adásba. A faszom. Nézd meg. A technika ellenem van. Nem lesz kamera. Pedig meg kéne csinálni, nem? Hát ilyet. Te kurva anyád. Köszönöm szépen a követést, Lepra Manó. Honnan ismerjük egymást, Manó? Nézd meg, nem lesz jó, bazd meg a... De most miért csinálod ezt velem? Az igen. De ez már rosszabb nem lehet amúgy. Na jó, akkor most csinálunk egy olyat. Hogy... A kurva anyád. Akkor is jó lesz, bazd meg. A 11, igen. És nem, nincs. Miért nincs, bassz meg? Te pedig akartam kamerát. Akartam kamerát, és nincs. Te miért szemétkedik velem? Na jó van, akkor beállítjuk. Ugyanúgy, az kész. Azt mondja. 462, 1, 161. 462, 1, 161. 462, 1, 161. Jegyezzétek meg. 462, 1, 161. 462. Azt mondjuk sok. 1, 161. Ha! Faszopó! Akkor is lesz. Na! De most már játszhatunk, nem? A hívott Mutyi GSM. Jó, hát ez nem jött össze akkor. Borgó, köszi szépen a követést, jó szórakozást! De ez az új tikieim. Címet tegyem át GTA-ra, mi a cím? Cím GTA-n van.
És kész, befutott a második hype vonat, köszönöm szépen. Kettes Green Hell, bazd meg, tényleg a kategória. Te Murphy a stream. Just a stream információ. Igen. GTA 5. Jó van, ma kezdtem, bassz meg. Még nem tudom, hogy hogy működik. Tartogatok már a meglepetéseket. Aki régóta követi a tevékenységet, örülni fog neki. Illetve a cím is sokat elárul. Már csak meg kéne tanulni vezetni. Dehogy PD, nem. Normális vagy, azt kifizeted a kocsimat, azt remélem tudod, kifizeted a taxit, szétkarcoltad. Hallod? Mi történt itt? De szétkarcolta a kocsimat. Szétkarcolta? Igen. Szevasz, Berc is. Neki ment a kocsimnak. Ja. Nem adta meg az elsőbséget. Ki is kell vele fizetni az. Ki is fogja fizetni, ki is fogja. Már taxi. Jó van, elmegyünk gyorsan. Mármint miről meséltek? Gyuri Bával, én is remélem. Who is like Doug? Szép napot. Hova mehetünk? Bányász öltöző. Bányász öltöző? Az merre van? Igen, kérem. Jelen. Szevasz, Vili! Be is írtam itt a koordinációt. Régóta laksz a városba? Ebbe a hétbe kezdtem. De akkor annak már 7 napja? Igen. Csak már hétfő van, basz meg, érted? Ezt gondolom nem ma jöttél, nem? Nem. De ezt fogadjunk, kitalálom, mit dolgozol. Fogadjunk. Tudsz, hogy a bányász vagy? Eltaláltad. Látod? Ennyire érzékem van az emberekhez, az emberi kapcsolatokhoz. Mennyivel tartozom? 250-nel. Plusz jakt. Te gyümölcstár a háttérképed? Nem, mi van? Pillanat, csak elromlott a telefon. Számlaszámot kaphatok, uram? Ja, persze! 332 csemet a számla! Te 3-3-2, érted? 3-3-2. 5-ből 2, 5-ből 2, 3-ból 1. Utaltam, uram. Nekem? Hát... Én nem kaptam semmit.
meg hát mondjuk telefont se látok nálad. Tudod, mi történik azokkal, akik nem fizetnek tipzinek? Mi? Taxiért? Mi? Te most... Utaltam uram ennyit, de még adom a készpénzt. Igen, jó. Ez volt az összpénzed, vagy mi? Ennyi uram, ennyi az összpénzem. Várj, nem. 184 euró, érted? Hiányzik még azért. Elég sok. Ennyi az összpénzem. Rendben van, jók vagyunk, csumislak. További szép napot uram, köszönöm. Ja, neked is csumi. Toki sok összekövetést. Bentex, neked is köszi a követést, jó szórakozást! The Game, neked is! De az a The Game vagy? Volt az a balhém a vagosszal, tudjátok? Ma sokat gondolkoztam rajta, és hát lehet, hogy nem fogom mégse annyiba hagyni. Kovács Sándor? Fú, Manu. Ez nem mond semmit nekem most. De biztos találkoztunk már, főleg a rendőr vagy. Kovács Sándor. Na, mi van? De azt hittem lefagyott a stream, már meg se lepődtem volna rajta. Szia, bacse! Bukaner garázsban. Ford, milyen kocsijaim vannak a... a Merci. Cadillac. Hú, ezt majdnem elütötték. Elmegyünk, veszünk magunkhoz egy kis fegyvert. Mert nincs nálunk. Mondjuk lehet venni kéne. Ja, veszek is. Nem ezt akartam. Ez megteszi. Vegyek az Iron Gunból fegyvert, bazd meg. Az mennyire izé már, nem? Mondjuk az a baj, hogy a Dezivel meg nem tudok lőni. Tehát mondjuk a többivel sem vagyok egy mesterlövész. Szevasz, Háti! Csumizslak! Tiszteletem! Szép napot, miben segíthetek? Fegyvert szeretnék venni. Nem mondja. Ja. Hó, én meg egy jó csajt szeretnék. Hát, tudod mi a különbség kettőnk közt? Na. Én jó helyen vagyok. Hát igen. Igen, ez biztos. Hát akkor fegyverengedélyt szeretnék kérni, aztán megdumáljuk, hogy mi a fegyvert akar. Na de most én se kértem tőled faszméretet, érted?
Hát... De az innen csak úgy vész ki, hogyha a fegyverengedélyt mutatsz. Ja, értem. Hát akkor dok. Tessék. Azt a mindenit. Azt mondja, hogy Tibor, ugye? Ja. Tibor. Á, szép neve van. Tűnt igen. Jó, jó. Ritka. Ritka név. Ritka. Ritka. Na, hát milyen fegyvert szeretne? Te milyen van? Hát HKP is van, meg Beretta is. Berettát szeretnék. 3500 euró készpénz lesz, uram. Felment az ára? Igen. Te fogjátok az üzemanyagra, meg a háborúra. Hát az Ukrajnak nagyon bekeményítettek. Szevasz alkotói! 3000 és a HKP? Az meg 3200. Hát mondjuk... Rendben van, akkor szeretnék... egy Berettát, meg 5 tárat. Jó, akkor az 4000 euró lesz. Olyan. Utalhatom? Készpénzbe, itt kimegy jobbra. De rendben van. Ott az ATM. Levú és Petike, kösz a követést. De faszom. De a háborúba. 4002, geci. Nagy pénzt kell ma szakítani. Jó. Jó, akkor majd jövök legközelebb. 500-500 lesz, jó van. Egy kollega esetleg kicsit arrébb megy, hogy ki tudjam fizetni. Köszönöm. Ja, ja. De szerintem nem vagyunk kollégák. 550 euró lesz, uram. Nagyon jó, rendben. Akkor... Mi volt az? Akkor feszítővasat kér, ugye? Igen, mert az itt... Amúgy. Igen. Na, amúgy, akkor mennyi volt? Hát igen, csak azóta nagyon sok fogyott, ugye? Aztán a gyártó cég meg nem tudja emberekkel gyártani. Értem, értem. Borzasztó. Na, azt szevasz, mondja, Jóca, hogy egy feszítő vas lesz, mert a, itt a boltba, a WC-be beszólunk. Hát, hogy mit gondolok róla. Pontosan. Jó. Megmondom őszintén. Hát akkor... Sokat nem tudok róla. Csak átisadom ezt a csodást. Csak a nagy átlagot. Feszítővasat, uram. Remélem nem illegális dolgot fog vele csinálni. De biztos nem egy feszítővasja, biztos csupa jó dolgot fog vele csinálni. Vigyázzon magára, a legjobbakat. Kitartás. Papa Joe, kösz a követést. Ha elvesztette eletán, vagy eltörött, akkor itt újra tudja vásárolni. Az itt a boltokban mindig van. Na jó, van, sok a duma, érted? Én egy fizető vendég vagyok, nem feszítővasért jöttem. Császászok. Na, mondja uram, miben segítek? Hát amit az előbb beszéltünk, egy Berettát kérek 5 tárral, érted? Jó, én meg 4000 eurót kérek, és már lövöm is. Na, most már csak 4000, jó van. Tessék, de le van rakva. Azt a mindenit, várj, el is veszem. Igen, azt mondja, hogy 1000, 2000, 3, 4, jó. Akkor hozom is az egy Berettát, meg az egy pisztolylőszert. Ideje lenne már. Azt mondja, hogy egy Beretta... A kézigránát mennyibe kerül? 19000. És abból is kérek egyet. Milyen gazdag? Hát... Ez befektetés, érted? Szerintem csinálok belőle 50000-et. Ez a dobozka, ebben van ez egy pisztolytár. És akkor itt a egy darab fegyverke. Na. Így, aztán vigyázzon magára. De megnézem, nem evertél át. Ó, oh, az tűnik. Jó van, igazinak tűnik. Na, vigyázzon magára, kedves Tibor úr. Te a csumizlak, valaki kérdezi, nem láttál, jó? Jó, rendben, viszlát. Tiszteltem. Hát, nem olyan karakter, amit eddig hozott. Semmiben. Talán igen, kicsit kevesebb benne a fán. Mert Oszi is egy kicsit, nem egy kicsit, Oszi is fán volt igazából. Más stílusú lett most a közvetítés. Kicsit komolyabb. Kicsit valósághűbb, vagy nem tudom, hogy kicsit reality. Ja.
Szevasz, panda! Csumizs le! Csumizlak. Figyelj már, te itt laksz? Nem. Ki lakik itt ő? Ő, igen, az úr. Na, beszédem van vele. Hát miért, mit tett ki? Majd meglátja. Csak nem bántani akarod. Bántani én. Figyelj már ide, szevasz, szia, figyelj már. Szeretném, ha a csikeket, amiket eldobálsz este, összesöpörnéd, jó? Én nem cigizek. De akkor a haverodnak mondd meg, aki ott szívja az ajtódba a cigit. A másik pedig reggel 5.30-kor érted, arra kellek, hogy túráztatod ezt a dízel szart. Szeretném, ha ezt csinálnád, jó? Nincs is autóm. Te lesz a rom? Ilyetettem. Nem szeretnék erre kelni 5.30-kor, érted? Egész nap dolgozok. Megijetettem. Kösz szépen, csumizlak. Tipsi rendett a Szegedtóba, baszd meg. Nincs korán kerés. Ha nem is itt lakok, baszd meg. És most akkor... Csumizlak rajongó. Nem vitték el. Ez az, amikor Anti beöltözött, azt utánoztam. Jaj, bazd meg, a tárakat nem raktam ki. Csak viszünk már egy kést is, nem? Gypsy Kodi, kösz a követést! Valaki nem tudná, hol a helye. De akkor csak előveszem a spanomat. Kicsi Lord volt, neked is köszi. Jó szórakozás nektek. De akkor remélem megbeszéltük. Nyílj már ki, bazd meg. Én most jó sokszor kinyitottam. Bazd meg. Semmi pánik, az én kocsim. Szevasz, Itti! 1000 éve. Csumizlak, medve! Persze, hogy volt.
csúcsnak András. Az lesz a neve Vanilla, annyira komoly hely lesz, nem mehetsz meg annyiba. Ha egyszer leszek klubom, ott kárgyi fognak táncolni. Annyi jó csaj lesz, hogy nem győzött meg számolni. Ha lesz egyszer egy klubom, csak menő kocsik lesznek. A Lambónak az idésén folynak szét a percek. Ha lesz egyszer egy klubom, koktél lesz a pultnál. Chili villi minden előbb meg a botú szólnál. Vanilla unicorn, a velem egy csöves kocsma. A legszorabb a sávoknak, mint a gondolkoztam. A kárcsi neve Olga, honnan jött Moszkva? Annyi por van az asztalon, a neve már stráda. Szóba jöhet a fekete, a vörös és a sárga. Elmentek hátra, nem lerántja. Nem finnyás a gárcsi, mehet a szájba. Te lesz egyszer egy klubom, az lesz a neve Vanilla. Annyira mi a fasz nincs itt van? Mehetsz meg annyiba. Ha egyszer lesz egy klubom, ott kárcsi fognak táncolni. Annyi jó csaj lesz, hogy nem győzött meg számolni. Ha lesz egyszer egy klubom, csak menő kocsik lesznek. A Lambónak az idésén folynak szét a percek. Ha lesz egyszer egy klubom, koktél lesz a pultnál. Chili villi minden elő megkapott, hogy szólnál. Ismerek egy klubot, úgy hívják Vanilla, ide öltönybe kerülöttem, jöjjön szoktiba. Nem hozhat be semmit, mindent itt kell majd megvenned, a szendvicsödet csicsóró a parkba kell megenned. Ismerek egy helyet, úgy hívják Vanilla, tele van csajokkal, nem viszki van írva. Nem fogdosod őket, mert le lesz verve a veszéd, a pultos az ital, apról olvassa a mesét. Ismerek egy klubot, úgy hívják Vanilla, a koporsok nem jönnek, nekik soha nincs itt van. Ismerek egy klubot, úgy hívják Vanilla, az éjszakában egy öcsi csillagos villa. Kifekszel a zenétől, ami meg van írva. Tárcsonak a csajok, el ne durran síra. Itt van a te klubot. Tell the villain like I'm trapped in my damn mind. Tell the villain like I'm rapping a damn lie. Tell the villain like my life is a damn game. Nigga really wanna die. Csáró, tessék! Tibor, tudunk beszélni személyesen, egy bizonyos ügyről lenne szó. De rajongó vagy, ugye? Figyelj, de megmondtam, már nem adok cikket senkinek, interjúban se szívesen szerepelek, fellépéseket vállalok 25 ezerért. De menedzseremet hív fel, csumizlak! Esténként itt a buli meg van nyitva. Dagadó péluval lesett majd a csajokkal. Jönnek dudásig, hozzák a spanyokat. Tell the villain like I tried them on their mind. Tell the villain like I'm rapping and then lie. Tell the villain like... Hello, tessék! Hello, Tibor, én vagyok megint a... Te mondtam az előbb a menedzseremet, érted? István adta meg nekem a telefonszámodat. Milyen István? Szekeres István. A Szekeres István? Igen. Rendben. Tudunk beszélni valahol? Tudunk. Rendben. Pár perc hova találkozok, hova menjek? Hős utca 6/B. Rendben. Ott találkozunk. Csumislak. Viszhal. Razziásd, itt nem fog soha kézmes Pista. Pisti, Pisti, de hát a Pisti meghalt. Ki lehet ez a csávó, és miért hivatkozik a Pistire? Vajon mi lesz most? Ki ez az ember és mit akar? Hé, hey, ti! 5 menüt kérek! Mi? Ezért, ez nem ilyen autós kiszolgálás. Ja, nem? Oda be kellene járni autóval, ott a drive-thru. Oda álljuk be autóval? Rendben. Persze, hátrébb állok egy pillanat. A Debbie meg le is baszik miatt. Csumizlak! Hol kell nyomni a gombot? 5 menüt kérek! Halló? Jó napot, uram! Hallgatom a rendelését, mit adhatok? 5 menüt kérek! 5 menüt, rendben? Jó! Pillanat és készítjük is? Uram! Igen?
itt a gomb, meg kell nyomni, vagyis meg tudtam, kell húzni az ujjam. Hogy egy ember van abban a masinában. Húzza meg az ujjam. Itt van, meghúztam. És elromolhatott a gép. Az ujjat, az elromlott. A fogáskerekek beszartak. Szép napot, hűvös segítetek. Csumisztak, öt menüt kérek. Istenem. Jó, rendben. Jó, igen, öt napja nem lesz az úrma. Ez valami új pincérszem? Jó, nem. Motortér... Egyébként a vajon hülyeség, Debi. A motortér, a motorblokkon meg lehet sütni. Bent alszatta csinálni. Hogy? Lefisteri a Toyota-ját. Debi, ezt nem hallottam jól. Azt mondtad a motorblokkos sütésre, hogy fúj. Hát, ja. Tudod, milyen egészséges? Így az igen, adjál már nekem is egy sörtel. Ez az én söröm. Adjon már egyet. Hallják meg. Nem csak Red Bull van. Hány százalékos érted? Értem. Ezt megkaptad, Zsó. Ez szép volt. Ezt én már nem hiszem el. Észre tudom. Kösz szépen. Debbie, hát biztos hihetem üveg. 1000 eurót kérnek szépen. Utalhatom? Mert... Matthew, nyilatkozz. Mi? Igen, utalhatja a 209-esre legyen kedves. 209? Akkor tudja, igen. És mennyit? Micsoda? 1000 eurót. Peti se tudja, miről van szó. Igen. Ja, csak azok. Tehát Peti nem csap nyakon, mert azt mondod, hogy érted. Persze. Tessék, vagy a szelgészséggel. Kösz szépen, csumizlak. Tök király ez a McDrive, hallod? Legközelebb is ide jövök. Jöjjön csak, nyugodtan. Az üzenetek betározva, azzal lesztek elárasztva. Mi vagyunk a legnagyobbak, a tudás égszik tapostnak. Elég volt most már ebből, a jövő most tehető. A kártyapakli feltő, ezt nyomom most fejből. Eljött a végítélet, tudásség van meg a kísérlet. Átveszik most a koronát, lejátsz tovább az ostromát. Nem érdekel mi a színet, a tiszteletet megfizeted. De mostantól nincs kivétel, engem a kék vér vezérne. Tájátok fél az útból, felkerekedünk a múltból. Borból építünk várat, ez tovább nem várhat. De a TV elfáradt, rád üríti a tárat. Húzzál innen te bánok, veszélyt baszom én már szállat. Érdeklős a cícó, mögöttem a sok dénó. Ne keresett, nem jövök némó. Egyenesen karátról, ütlek gyomron a hányszor. Felemeled a szabadat, mély utánozod a madarat. Verebem vagy fákot, nem érdem ezt a pártost. Messze vagy tőlem egy pákot, nem hívva senki, hogy távoz. Tudásségnak végre, megszaladt a bére. Senki sem lök félre, kisegyen a kocka tére. Ismernek a sitten, ismernek a jardon, ismernek engem. Bese a sztár, köszi a követést! És na vajon... És mindjárt kiderül, hogy ki az az ember. Szevasz, Maci! De taxi most nem ére. Wunder, kösz a követést, jó szórakozást! Viktor az igaz. Viktor az igaz. Csumizslak. Vajon megbízhatok ebben az emberbe? De vajon mit akar tőlem? Vajon ő tudja, hogy ő mit akar tőlem? Vagy csak én nem tudom, hogy ő mit akar tőlem? És ha megbízom benne, vajon csak kihasználja a tehetségemet és a hírnevemet? Vagy őszinte szándékai vannak? Mondjuk még azt sem tudom, hogy mit akar. De majd, ha rájövök, hogy mit akar, akkor tudni fogom, hogy mit akar. Mondjuk, azért valljuk be, hogy engem azért nem olyan könnyű átejteni.
speciális képességem, az emberi kiismerése, és az, hogy nem járnak túl az eszemen. Ja, én vagyok a Stipzi, a Dudás. Igen. Két perc. 57 van most. 59-ig leszek buta. Elbasztad. De tudod mit? Mivel tudom, hogy a találkozásra nyomtad be, onnantól indul a két perc, hogy megjelenik az a valaki. Tő, egy rafinált gangsta vagyok. Nem tudom, hogy ki vagy. Nem tudom azt se, hogy hol vagy, és nem tudom, mit akarsz. De van egy speciális képességem. Meg foglak keresni, és meg is talállak. A Tibzi megnézte az izét, elrabolvát. Hogy kiváltsa mást? Hát... Ne, most ne. Tibi, szóltatom Tibinek? Ja, mindenki itt szólít. Ennek a találkozásnak egyszer, nem tudom, emlékszik-e rám, találkoztunk kórházban. Lehet. Tibor, vagy Tibi. Az idő pénzért, tedd, az idő pénz. A testvéremet keresem. Ki a testvéred? Szekeres István. A Pisti a testvéred? A féltestvérem, igen. Nem is mondta, hogy volt testvére. 11 éves koráig tartottuk a kapcsolatot, utána... Hát... Úgy alakult, hogy el kellett mennem sok időre. Hát el kell, hogy keserítsenek. A testvéret legutóbb tudod, mikor láttam? Tudod, mikor láttam? Na. Amikor lelépett a feleségemmel, érted? Akkor láttam utoljára. Azon nem lepődtem meg, mert az óvodában is ezt csinálta. Az meg elfelejtettem. A csajommal itt, aztán már 4 évesen elvitte. Elfelejtettem a tulajdonságot. Most már nem adja ki. Vissza fogod kapni, Snowfall. Semmi biztosat nem lehet róla tudni. Hát... Én sok mindent nem tudok róla. De csak az, hogy elépett a feleségemmel. Már beszéltem emberekkel, akik elvileg ismerhették. Kikkel beszéltél? Van egy doktornő a kórházban. Reninek hívják. René itt van. René itt van? De hát az hogy lehet? Én kísértem ki a reptérre. Azt mondta, hogy visszaköltött a városba. Most is a kórházba praktizál, és nekem 3 nevet jelenleg mondott. Most ott van a kórházba? Fogalmam sincs, nem dolgozok már ott. Nincs meg a telefonszáma? Fogalmam sincs, mindjárt megnézem. De nekem szerintem megvan. Mert igazából 3 nevet mondott nekem, és kezd összeállni így a kép. Az első név maga a testvéremé, a második a Tibor neve, a harmadik meg elvileg a, hát a testvér, nem tudom, testvérek, van ilyen rokonok, elvileg a együtt volt az Antallal, Aradi. Igen. Ezen a számon Mutyi G.S. Igen, a testvéremnek a barátnője, felesége. De... Az a helyzet, hogy a testvérem eltűnt már egy ideje. Akkor úgy érzem, egy cipőbe járunk lassan. Hát úgy tűnik.
Nem tudom, Tibor. Akkor ez újabb holtvágány nekem. Neked holtvágány, és akkor nekem szerinted mi? Ugyanaz, mint nekem. Sose leszel olyan, mint én, érted? Sose leszünk ugyanabban a cipőben, érted? Nem, és most ide jössz, és azt kéred, hogy mondjam meg, hogy hol van a testvéred. Amikor legutóbb akkor láttam, mikor lelépett a csajommal. Azóta se térek békére magammal. Úgyhogy mondd el, hogy mit akarsz. Megtalálni Istvánt. Egy olyan fordulat állt be az életembe, hogy nagy helyre akarom hozni a régi dolgokat. Egy fiam van, 17 év után először láttam. Ha őt felkerestem, a testvéremet is fel kell keresnem. És honnan tudjam, hogy bízhatok-e benned? Mivel tudnám kiérdemelni? Hát, lenne egy-két ötletem. Tudod, hallgatlak. Az éjszaka a legmélyebb bugyraiba vagyok benne. Vannak egy kis üzleteim, ez az amaz. Érted? Uh-huh. Ja, vannak haverjaid? Van egy pár, akad igen. Ők hogy jönnek a képbe? Itt én kérdezek. Ők hogy jönnek a képbe? Úgyhogy szólsz nekem, és így hívom őket. Na, erről beszélek, érted? Azt hiszem, kezdett kapvizsgálni, hogy mi a helyzet. Valahol már értem, igen. Tehát, te akkor szólj a haverjaidnak. Rendben, mindjárt csöröghet nekik egyet. Szia, Angi! Figyelj, mit csinálsz most? Figyelj, most nagyon fontos, szükségem lenne rád, meg ha úgy van az Alfédra is. Figyelj, küldök majd egy koordinátát, itt vagyok a Hős utca 6-ba. Gyertek ide minél előbb műszakon kívül. Nem, nincsen baj, de szükségem van rátok. Mennyi idő? Mennyi idő kb? Hát de most kéne, igen. Igen. Hozzatok. Mhm. Hello. Azt mondták, egy 10 perc kb. Éppen terepen vannak. Hogy érted azt, hogy terepen vannak? Mik kidolgoznak a földeken. Ja, úgy nézzük. Egy helyben állnak a földeken. Dolgozni lusták. Na jól van, hát... Értesz a fegyverekhez? Persze. Vadászok. Van most nálad? Van. Mutasd, mit van. Szavasd, Tobi. Ez igen. Mondjuk mindent megmagyaráz most már úgy. Férfi fegyvered nincs. Hát van egy sörétesem, de az otthon van. Azt nem hordom magammal. Jó van. Van is egy melóm. Hallgatlak. Most megnézzük, hogy mi van. Ha jók vagytok, akkor lehettek itt, érted, és majd talán megkeressük a testvéredet. Ha nem, akkor meg mentek a levesbe. Ezt hogy értsem? Most úgy, hogy értsed. A levest. Mákos leves lesz. Így értsed, érted? Felfogtam, oké. Vagy így akarod érteni? Én már az elsőt is megértettem, igen. Most már
Most már kapizsgálom. Helyes. Kicsit nehez a felfogásra, be vagyok szívből, mert mondom őszintén. Mit mondtál, mennyit kell várnunk rájuk? Azt mondták 10 perc. Jó, rendben, addig elmegyünk valahova, gyere. Zsárd le a kocsid. Rendben. Szavasz, Tomika! Folyamatosan fludolja a chat. Pont itt van, tessék. Na, azért egy nagyon szép bárda. Ja, nem rossz. De van egy ötletem. Hallgatlak. Várjál, röbös a telefont elintézem. Mit nem értesz, Tomika? De mindre, valaki melót keresett, de nem veszi fel a telefont. Szóval... Igen. Kirámolok egy üzletet. Ti pedig vártok majd a célállomásnál, és te fegyverítsetek a zsekákat, akik követnek engem. Rendben van. Ez szerintem vállalható. Szerintem is. Mondjuk, ez szerintem egy jó hely, az oszlopok mögött meg tudtok bújni. Vagy talán ott a kijáratba. Uh-huh. A feljáratba. És hogy legyen pontosan, autók álljuk a kijáratot és rájuk szólunk, hogy fegyver nem van. Nem kell, csak... az a lényeg, hogy... Hogy ne sejtsék, érted? Ne, úgy azt mondja azonnal, hogy erősítést kér ide meg oda. Uh-huh. Úgyhogy már amikor azt hitte, hogy okés, csak akkor jöttök ti. Jaj, értem. Akkor ez viszont már kell maszk is, ilyesmi. Ja, kell. Mhm. Elmenjünk maszkoshoz? Nekem van itt a... be van rajtva az ingem alá, a többiekkel. Nekem kell egy menőbb maszk. Igen, Tomika. Miért? Milyennyi van? Te is jöhetnél. Nekem egy szakad szoknim van. Végül is van is egy stílus, hogyha úgy nézzük. Nem szeretem ezeket a puszi szirénákat. Nekem is rászhozzák a hátamra ilyenkor. De nem találom a maszkost. Hú, várját. Aztán itt a metró aluljáróba kell lemenni. Vagy nem? Nem itt? Gondoltam bemelegítésnek kirámoljuk, de ott volt a zseka. Na igen, azt néztem, de meg azt is néztem, hogy mennyire utána fordult a piros autó. Hol van az a kibasott maszkos? Valahol erre igen, van, nem? Igen, tessék. A maszkosnál találkozzunk. A maszkosnál. Hozzá. Szia.
remélem azt kérdezgetik folyamatosan, hogy fegyvert hozzanak-e. Azt tudják magukat, azt kérdezik, hogy mellényt hozzanak-e. Nyomjuk cowboyba! Nekem egy ilyen ember, nem tudom, hogy ezt tetszene. Mondjuk közben hozzáírk a cowboyhoz. Hát nem rossz. Ez most mi volt? Ez is szakadt. Az igen, milyen szép kék. Csá. Gyorsan kéne tankolni. Ja, akkor itt találkozunk úgyis velük. Van itt benzinkút, nem? Hú, itt... Most itt nem járok a környéken soha szinte. Szerintem tutira van. És mennyi a végsebesség ennek a Verdának? Hát a faszom tudja. Na várjál, izénél biztos van benzinkút a belvárosi boltnál. Belvárosi, azt nem ismerem. Tibor. Én is elkezdtem ilyenekkel foglalkozni, de boltokkal még soha nem gondolom. Valóban? Hát akkor itt az ideje elkezdeni, ha nekem akarsz dolgozni. Dolgozni neked? Igen. Tudod, azért cserébe, hogy megtaláljuk a testvéredet. Információ és munka, értem én. Ez a sárkút jó lesz, nem? Hát nincsen nagy sor, szóval szeretem befődni még. Remélem van benzin. Milyen nem megy? 95-ös szoktam belerakni. Az jó fajta egyébként. Csoda van is itt most, ahogy látom. Csoda amúgy. Én is mutka kerestem. Inkább úgy adottam meg, hogy biztos, ami biztos későbben is legyen. Elkezdtem meginni 20 litert. Aztán amikor kifogyott a kocsiból, akkor csak belepisáltam a tankba. És működött? Ja, de nem, nagyon pufogott a motor. De ezt meg kipróbálom én is, vagy majd meg is ott, ezt belehúzod a tankomba, na? Jó van, végül is. Aztán meg kipróbáltam, én csak egy hétig hánytam utána. De ez mondjuk simán megéri. Hát a mai itt vannak már szerinted? Hát, hogy mindjárt kiderül, de most már itt kellene, hogy lenniük, de... Hát, nem úgy tűnik. Mondjuk szóltam volna, hogy valami kaját hozzanak, már csetlik a belem. Van nálam, érted? És kijöhetünk is esetleg? Ja. Kösz szépen. Tessék. Itt a csirke. Ja, együtt már azt meg. Ja, nincs szívem neki átkotlani.
beállítsagatok, hogy hol tartanak. Rám vagy, Tomika? Élvezd a tábort. Szia, merre vagytok? Na jó. Oké, oké, itt várunk. Oké, hello. Majd azt itt megbeszéljük, hogy nem telefon téma. Hello, hello. Na, most jött ebbe a városba, mert legképp lehet, és itt is vannak. Ültél már azon az óriás keréken, ami ott van mögöttünk? Azon nem, de egyszer kisebben igen, ez egy kötetes kerék volt. Attila, gém, köszi a követést! Elmentem a fiamhoz meglátogatni, ki akartuk próbálni és nyakon hányt. De akkor élvezte, nem? Hát ahogy nézzük, ja. Legalább nem azt a hülye telefont basztatta. És figyelj már, Pistit, mikor látod utoljára? Nem tudom, 16 éve kb. Hosszabb. Akkor nem most. Nem. Valami olyasmit hallottam, hogy bevonult a seregben, meg ilyesmi, de azt már nem tudom pontosan. Ja, mi is hallgattuk sokat a katona történeteit. Na, aztán miket megcsinált? Egy embert evett meg ilyenek. Azt hittem, hogy alulra szokott gyerekkorában. Hát nem, szeretett embert enni amúgy. Nem tudom, mesélte, volt neki egy rohadt tengeri maradt, szóval rohadt idegesítő volt, meg ocsmány, és a fele bundája nem volt meg, mert folyton mosogatta, aztán lerohadt a szúrja. Szóval az a hülye tengeri maradt egyszer befutott a falak közé, nagybátyám még éppen mászott fel a tetőre, az pont megijesztette, az meg lezuhant a tetőről, és szörnyet volt. A tengeri malac? A nagybátyám, de közben azt a hülye tengeri malac is rántotta magával, szóval az meg szétnyomódott. És gondolom eltűnt. Mármint? Hát, gondolom Pisti megette, nem? Nem, eltemette. Mind a kettőt, így a nagybátyánkat, amikor temettük, akkor bedobta a tengeri malacot a hülye sírjába. És ugye végig a nagybátyánkat hibáztott ez miatt. Tuti megette. Én mondom neked, nem, Tuti a megette. Nem, a nagynénket ette meg, hallod. A nagybátyátok miatt? Ja, mert azt mondta, hogy ha egyedül van a nagynénénk, akkor ne legyen már annyira szomorú. És nem, megkajálta az öreg lányt. Megkajálta. Azt mondta, hogy élve? Így neki is könnyű. Ja nem, egy hétig tartotta a szobában. Olyan rohadt bugyos volt már. Mármint, hogy élve volt egy hétig a szobában, vagy halva? Hát a kettő között már leütött és betört neki a feje, de még magánál volt. Én is megkóstoltam, de rájöttünk, az ember is nem jön be. A Pisti meg egyszer egy haverja fülét. Igen. Vagy lábát, nem is emlékszem már. Azt hiszem a lábát. Ja, Ernőnek a lábát. Nem hiszem a srácot. Az amúgy. Na mennyit kell még várni a haverjaidra? Hát úgy adtak, hogy hol már ezek. Azt mondta, hogy most jöttek a kórházba, akkor hívtam őket. Jó van, szerinted megmutassuk nekik is, hogy mi a terv, vagy elmagyarázod nekik? Hát, nem tudom, kit hoz magával, mert hogyha a barátját, akkor elég, hogyha elmondom. Ha a haverunkat hozza magával, akkor meg is kell mutatni, mert az meg szellemileg sérült. Képzeld, az a srác, a testvére egyébként. De ezt a később derült ki, hogy testvérek. Aztán szerelmes volt belé, folyton azt látom, bementem az öltözőbe, és ott nyalogatja a testvérnek a melltartóját. A Pisti? Nem, akik most jönnek. Ja. Olyan, mint a Luke Skywalker, meg az Amidala, nem Amidala, Leia hercegnő? Ja. Kemény. Csak a Ricky tovább is, mert ő meg a direkt föléjük költözött, és lyukokat fújt a falba, hogy lássa őket éjszaka. Úristen. De amióta kiderült, hogy testvérek, aztán abba hagyta, bár nem mehetem rá kérdezni. Nem semmi.
Ja, milyen fasom van már, hívd már felőket. És ilyen orvosok voltak a városban, hallod. De elmegyek, addig húgyozok. Ó, jó van. Mindjárt jövök. Römbön, csak kicsit bele kell úgy, hogy mert már kezd türelmetlen lenni a srác. Römbön, szia! Hozzak, hogy csak egyedül jön a kozgát. Itt vagyok. Ja, és akkor spanyaid? Ők nem veled vannak, ők vannak. Sziasztok. Hát van egy olyan felállás, hogy kicsit halkabb el a szemtolkom. Na hajod, ki akarnak engem rabolni? Hányan vannak ezek, bassz meg? Ezért ezt visszanyomhatom. Igen. Ezt. Ezek tudja valami rosszban sántikálnak. Elgyen belőle gáza. Tibi? Mondjad. Ahogy nézem, a srácok benne vannak, ezekben a maszkokban lennének. Rendben van. Csumis lepteket. Én meg ugyan mutattam neked. Halló. Tipsi, el vagyok. Szia. És ti kik vagytok? Hát én Angel vagyok. Angel. És te? Villám. Villám? Mi? Uh-huh. Igen. Angel és Villám. Téged hogy is hívnak? Dénes. Dénes. A szuper csapat. Hát...
Jó van. Van nálatok Stukker? Van. Persze. Nincs. Villámnál is? Sokkoló. Az igen. Szerinted mit fogunk csinálni? Lányokat fogunk sokkolni? Nem volt fegyver a közelemben most. Az volt kézben. Te én ezt tudsz neki adni? Hát csak egy shotgunom van ezen kívül, de szerintem van itt neked? Én... Adok majd neki egyet. Jó, akkor megvan oldva. Lősze? Hát az van még egy 4 darab lőszerem. Akkor megvan lesz. Ez is elég. Neked van Alfred? Persze. Oké. Okay. Kicsit nagy a kamera, nem? Villámos Alfredom. Na jó van, Dénes, elmondtad nekik, hogy mi a helyzet a tervvel? Ja, elmondtam. Melyik bot lenne ez? Hát azt igazából teljesen mindegy nektek. Uh-huh. Szóval az elképzelés, amikor menekülsz, és a rendőrök rád van a tapadva, aminek le kell bénítanunk a rendőröket rólad, ugye? Nem teljesen. Megállunk valahol, bevárjuk őket, tipzi. Ugye? Ja. Be fogok hajtani, az a lényeg, motorra fogok menni, mert akkor maximum 3 rendőr jön utánam. De egyet biztos, hogy lerázok, talán 2-t. Vagy lehet mind a 3-at. Szóval be fogok menni a mélygarázsba, ti ott fogtok várakozni, én majd oda be fogok hajtani motorral, megállok, felteszem a kezem, hogy kifogyott a benzin, vagy valami. Aztán már, amikor azt hiszik, hogy minden rendben van, elkaptak, akkor jöttök ti, és mondjátok, a kezeket felzsekák! Érted? De az a baj, hogy mi nem tudunk motozni, és nem fogjuk tudni letenni a rádiójukat. Kell motozni. Be fognak hívni, nullás kódot fognak mondani. De majd én azt intézem. Akkor kibégezzük őket, aztán kész. Meg én tudok motozni. Te tudsz motozni? Én is tudok. Oké. Okay. Akkor ez nem gondolok, ez a te dolgod lesz.
a rákba? Te hogyan rákba előzzel, há? Mit kérdezősködöd te? Összetörted a kocsim? Eredjél már dolgodra! Uram! Úristen, jó vagy? Vízszinte vágtak rendesen. Pazd meg! Szerintem ki volt kapcsolva a kipörgésgátló. Hát nem lehet, hogy olyan sötét az ablak, hogy nem látod ki rajta? Ez nem egy opció? Hát lehet. Hát szerinted jó van? Kiárt neki. Jó vagy, hallod? Így néz ki, aki jól van általában, amúgy igen, igen. Akkor jó van, megnyugodtam. Láttad itt? Ez teljes 100%-os joga poz volt. Majd fel kell. Pista vér lett a kocsim, fasz ki van. Csumislak. Csumi. Szeretném rágógumi kék színbe a kocsimat. Okés. Ez mennyibe kerül? Ja, nézzük. Ez a rágó kék. 600 euró. Rendben van, kérem. Okés. Bazd meg, Snowfall. Jó. Te becsúsztatom itt az ablakon. Kösz. Hogy te milyen jó képű vagy. Igen. Jó, nem lenne kedved meginni velem valamit, ha végeztél? Bocs, de nem. Most mit kéreted magad, hallod? Van pénzem, meg minden jól járnál velem, na? Tök nekem is illet... van, és nem vagyok meleg. Milyen parfümöt használsz? Fingottam. Imádom, megehetem. Minden nap akarom sagolni. Figyelj, már ne legyen olyan visszautisító velem. Csak jól nézzél ki, hallod? Most miért tűnöd össze a szívem? Mi? Jó, ha megyek, na itt se vagyok. Bazzak most tipzi köcsögöt csináltál Tibiből. Kék Gang Part 2 ott van a címbe. De mi van? Most érek ide. Ja, jó. Elmentem ezt a számot. Passzomba kell elmenteni. Haj.
Benne vannak valamelyikbe? Ja, itt vagyok a BMW-be. Ja, a BMW. Ők meg ott vannak? Vagy... Ja, itt vannak a többiek. Átszálljunk a BMW-re, vagy külön autóval menjünk. És álljátok át. Na, akkor... Szevasz, tábornok! Dénes? Dénes, gyere egy percre! Te pillanat, alig bírtam meg a betuszkolni. Igen? Ja, hallottam, de szerintem most csak simán ott áll, mert nem látom benne senkit. Jó, hát ti csak ott lesztek, érted négyen, szerintem elég félem keltőleg. Ott sem lesz semmi, hogyha minden jól megy. Nos, a lényeg, hogy gyorsnak kell lennünk mindig. Oké, okay, csapatban azt beszéltük, hogy az ember kifosztásban nem vagyunk benne. De abban segítek nagyon szívesen, hogy ha menekülni kell és le kell egy kicsit a rendőröket foglalni, abban igen. Jó, akkor neked nem kell kiszállod a kocsiból, jó? Rendben, oké. Okay. Csak kirajt, hát, csak kinyújtod a pisztolyt. Oké. Okay. Nem kell több. Jó. Oké. Okay. Te menjünk. Na, húzzunk, mint a vadlibak. Na mi van most? Én azt szerintem bent hagyták a légfrissítőjüket. Vagy nem. De nem egy kocsival megyünk? Nem álltunk. Mit oda? Szerintem biztonságosabb egy kocsival, ja? Jó. Mert ha már szétválunk, az már akkor, az már csak fél siker, érted? Szevasz, Zikó! Basszus! Figyelj, most nem tudok hallássérült lenni. Visszakapod. De el kell mennünk gyorsan elintézni valamit. Felveszünk egy sapkát, hogy még rémisztőbbnek tűnik ez a maszk. Én is vettem egy maszkot azért. Kicsit furad, de egyébként jól áll. Tényleg, tesóddal mi van? Rikivel? Ha. Nem tudom most mi van vele. Tehát a fönn volt, egy darabig csajozik. Nagyon csajozik. Megsön a bődök. Hát végre van valaki, aki szóba áll vele, maradj már. Most ezt kifejtsem? Ne. Nem mehetünk. Izgós? Hát igen. Nem csináltál ezt... még ilyet? Én soha nem csináltam ilyet, egyszer volt, hogy mentem a kórházba a zöld ragacsommal, és valaki megállított engem meg valami aztán bányászt. Meg én sem csináltam ilyen kollégasztal. Jó van, az a lényeg, hogy akkor Dénes, te szállsz ki, ti meg kentem meg a kocsiba maradtok? Igen. Mert hogy a sofőrnek is benne kéne maradni, hogyha gázon, akkor azonnal lehessen indulni, érted? Akkor én csak én szállok ki, szerintem. Hát... Ez elég, hogy kitartják. Jó, ha egyedül mert. Vannak, akkor csak te szállsz ki. Ha többen vannak, akkor én is. Oké. Okay. Akkor a kezemben van azért. Valami jó gazdag célpont kéne. Az lesz, ha túszunk, vagy hogy lesz?
Nem. Na, most csak kipakoljuk. Azt ismerem, azt az autót. Még szerencsé, hogy ő nem ismerhet itt téged. Brabozva vágy be. Szerencséjük volt. Én is izgulok, pedig már hogy ezerszer csináltam. Tegnap kirámoltam egy embert, és a vágósék rám lőttek. Azok kik? Hát ilyen ősellenségek. Ja, értem. Ott van. Ő lesz az. Az meg jó vagy, Dénes? Én igen. De miért nem voltam beközben, ha nem is szállnak ki? Kezdődik. Jó. Baszd meg. Hívjak mentőt. Baszd meg. Hívtam mentőt. Jó vagy, villám? Tényleg villám voltál? Meg vagyok. Úgy, ahogy. Ez jobban érdekel, hogy hol, hogy van angyal. Hát azt hiszem, hogy angyal lett. Az előbb még itt feküdt. Ja nem, ott van. Csumizlak, Predator. Hát autóbalesetesztünk igazából, épp sielni készültünk. Aztán kiestek a kocsiból. Hú, ez mondjuk nem túl jó, nem túl jó. Kolléga. Én nem látok egy sérülést. Nem látok senkit, jól nem van. Lájálok ide. Tényleg azt mondták. Jó, lájálok ide akkor a hölgyhöz. Szépen rácsatlakoztatok ide az ujjára egy pulzoximétert. Látom, viszonylag stabilak az adatai. Véroxigén szint rendben van, minimálisan elkezdett esni. Jó, nem, már még húzom az ujjamat a gerince mentén. Rakok rá egy nyakmenemítőt. Nagy rablás. Köszönöm, a táskámon szépen felcsattintam. Így is van. Úgy látom, hogy úgy érzem, hogy a gerince nem sérült, nem érzek rá, hogy a duddaladás sem mélyed, és kiveszek innen egy kis repülős volt a táskámmal. Majd elhintem itt az órára, van a légzése. Jó, látom, hogy megakad a légzése, kinyilagott a szeme. Így is van körülbelül nyugodtan. Halló, gyere, kicsit. Hall engem? De igen. Szerintem ezt most már nem fogjuk megcsinálni, menjünk ebből izére. Egyből menjünk el. Voltra? Igen. És akkor, hogy legyen, már egy kocsival jöttünk négyen? Hát, engem kidobtok a lefoglaltaknál. És igazából mentek a helyetekre enni. Jó, melyik oldalon jössz be? Mert ugye, hogyha pont azt látják, hogy bejössz, még ott állunk szembe, akkor az úgy kevésbé meglepő. Erről beszéltünk, erről a mai garázsról, ugye? Azt hiszem. Jó, most már ez lesz. Jó, és akkor erről jössz be, hogy így erről, vagy erről? Onnan fogok vagy bejönni. A másik oldalt? Igen. Jó, akkor mi ezen az oldalt fogunk állni. Ja. Jó, figyelj, akkor én vezetek, aztán akkor visszamegyünk minden, csak felszedjük a többieket. Jó. Isten, ekkora barmokat. Na ezért viszem én ezt a bizniszt. Új ez, így is van. Nézzük, mi a helyzet. Most mondtátok, nem szálltok ki? De. Tudja mozgatni? Hát ebből se lesz sielés. Jó vagy?
Hát még nem igazán, még van gyógyszert adhatnának. Hát azért előtte megnézzük még a karját, jó? Oké. Okay. Vizsgálom, hogyha minden rendben van, egyáltalán tudja mozgatni a hölgy a karján. Igen. Jó, rendben van. Látom, hogy apró lila faltokat látok rajta, semmi extrának tűnik amúgy. Ha itt megnyom, az mennyire fáj egy 1-10-es kellem? 8-as. 8-as, jó, rendben van. Csontropogást nem hallok. Rendben van. Alapvetőleg zúzódásnak tűnik ez a sérülés, jó? Tudja is mozgatni. A fájdalmat érez, egy fájdalmat csillapított tudat magának. Nolfa, köszönöm szépen a 100-ast. Nélkül van valami gyógyszerérzékenység esetleg? Nincs. Nincs, rendben van, akkor kiveszkedem a táskámban egy angolpincet, szépen odaadom. Jó, ezt egy kis vízzel akkor adok is egy kis vizet, jó, azt vegye be, legyen szíves. Rendben. Jó, rendben van. Köszönöm szépen, most már jobban igazán vagyok. Igazán nincs, próbáljuk meg felállni, jó, segítek itt a honnan, lányulok a hölgynek, és okay. Van. Jó, rendben van. Egész jó. Gyertek, hazavisnek titeket, pihenjetek le. Oké. Okay. Próbáljanak rá pihenni. Szevasz, Raúl! Ugye ezzel a magukra tovább, hogy panaszol esetleg akkor. Hát, nem tábornok. Tovább szép napot. Kumi. Nem, mert nem azt mondtad, hogy mit kéne csinálnom, vagy mit csináljak. Egyszerűen benyomtál valami vicces dolgot, amit beraktam. Ez nem egy cselekmény volt, érted? Na, akkor itt fogunk lenni, és a... Ja, mondjuk ez pont egy irányú, szóval más felbe se. Be tudsz jönni itt a másik irányba? Próbáljuk meg. Hét Maszki, elveszítettem Maszki a golyóállom mellényemen az. Most már nem fog kelleni. Na, jó. Szerencsére felfogsz. És akkor itt lesztek jobbra. Aha, és akkor itt jobbra ja. Én pedig ott fogok megállni a sárga izé fekvőrendről. Na várjál, itt jössz be akkor, vagy a másik oldal? Itt, ahonnan most bejöttünk. Igen. Okay. És hol a fekvőrendről? Ott volt lent. Akkor maradhatunk volna itt is, nem? Hát most el kell mennem a motoromért, aztán szedek túszt, és akkor megyek. Oké. Okay. Azért a sekákat még ne hozd ránk. Na jó. Hát valószínű, hogy a golyóálló megvédett az ütközéstől. Még szerencse. Nem fogta az egészet. Még igen. Szerencsé, hogy nem szálltok ki, és be voltatok kötve. Na ja, most pedig mondod. Nem, de csomó ilyen golyóállott. Tibi, akkor mondjuk 412-es rádió, mert akkor mégis... Csak nem tudom használni, majd hívlak. Ja, kéne egy bukós isak. Jó. Pisztoly. Maszk. Pisztoly, maszk, megvan. Jó, minden megvan. Mindig izgulok ilyenkor, bazd meg. Thank you.
Kiszállni, gyerünk, kiszállni! Szállj ki a kurva kocsiból! Gyerünk, ülj fel hozzám, ülj fel hátra, gyerünk, gyere, gyere, nem! Rénvén, nyelj, gyerünk, pörögjél! Nem akarlak bántani, érted? Én együttműködök! Uram! Sállj le, sállj a falhoz! Rendben van, nyugodtan. Figyellek! Van nálad valami, ilyes, amivel tudsz jártani? Hát csak az a BS-ból ütő, amivel ami ott volt nyálam, és ami megnézem, mi van nálad. Nyugodtan állt, és el is véheti. Nincs se fegyverem, csak az az egy BS-ból ütő, azzal védem magamat. Telefonot elveszem. Rendben, majd visszakapod. Sőt, van egy rádió is nálam, azt is elvehetik, annyi, hogy nincsen bekapcsolva. Együtt működök én, uram. Nincs kedvem az életem elveszteni. Dobd el mind a két baseball ütőt be a kukába, gyerünk! Egy darab baseball ütő van nálam. Kettőt tapogattam ki. Kettőt? Tja. Nem tudom, hogy lehet nálam kettő, egy volt eddig. Gyerünk, pörögjél! Rendben, amit látjak, már el is dobtam. Rendben van. Most pedig ülj fel mögém. Rendben. Ha egy mukot meghallok, akkor átlukasztam először magamat, de utána téged, érted? Az értem, nagyon értem. Fog fájni mind a kettőnknek. Értelmes ember vagyok. Melyik boltot rabolnád ki a helyembe? Letoksz közt a követést? Én? Ja, te. Nem tudom, mondom, nem vagyok egy rabló típus. Rendben, szállj le, nyomás befele, hátra. Rendben. Rendben, viselkedjél, és akkor jóba leszünk. Négy és fél perc. Tudod a számlaszámodat fejből? Egy pillanat, azt mondja, hogy 214-es. Tessék ezt az idődért. Ez egy nagy tax amúgy, szerintem, ha bejön, akkor kurva jó.
Matt, kösz a követést! Azért bújok itt, hát ha bejön még valaki. Három perc. Nem szoktam. Vedd már fel, bazd meg. Nem vagy éhes? Dehogy is, van valami ételétel is. És fél perc. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Szabasz, Sulis! Hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy. Várj, akkor most összezavarodtam. Minden sinem, mindjárt kezdek. Súlyos, köszönöm szépen a szobot! 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. És megy. Banzáj. És subgift volt Ádámnak, köszönöm szépen, Sulis! Talán egy kis erőt fogok meríteni belőle a meneküléshez. Te ne aggódjál, minden rendben lesz, ha nem akarsz hősködni, érted, Doug? Dehogy is. Milyen fogok fegyveres ellen... akadékoskodni. Gábor, köszönöm szépen a 45 bitet, mindenkinek küldöm a spanomat, aki támogatott, és erőt küld nekem. Fogadjátok szeretettel. Bazd meg, ilyenkor mindenki izgul amúgy?
Mindenki, ugye? Nem csak én. Akkor ez egy normális reakció. Jó tax lesz, remélem összejön, bazd meg. Orcsantázás. Ha tetszett nektek az a tegnapi szadomazó stream, úgy látom. Keveredtem. Csak egy nyugodt délutánt akartam motorozgatással. Bejöhetek? Kedves uram? Haló, tessék, ne ijesztegessé! Én nem ijesztegetem, bejöhetek közben, hogy kifáradjak, vagy... Most már mondjad! Mondom, akkor én lennék a túlsztárgyaló alatt, mert Rudolf vagyok, jelenszám 6969 uram, aztán... Mi jót csinál itt? Biztos, hogy így kell azt kinyitni? Hát szerintem igen. Én nem szólok bele. Itt a kedves úrral beszélhetnék egy pár szót? Csak nyugodtan. Megfordulhat? Igen. Uram, megfordulna? Természetesen. Szép napot. Bántották? De, hogy is rendes volt az úr. Bántották, rendes volt az úr. Nagyon jó. Rádiózhatnék a kollégáimnak? Igen. Vétel. Itt a túlsztárgyaló akcióparancsokat vagy meghágni akarja ezt a székrényt? Boltban egyetlen úriember van, egy pisztolyjal és egy túsz. Kezdem a tárgyalást. Na uram. Mi jót szeretné itt az úriembernek az életéért cserébe? Vagy még hagyjam, hát... hogy elbívelődjön a széfen, azt majd utána rátérünk a lényegre. Jobbra szeretnék menni. Jobbra szeretne menni. Jó, akkor ezt el is mondom a kollégáimnak, oké? Rendben van. Az úr gyorsan és lényegre törően kifejezte, hogy mit szeretné. Tehát túszért a boltból ki jobbra szeretne távozni. Dacs, hogy mi lesz, ezt én mondom meg, érted? Persze, hogyne. Jobbra. Értem. Ahogy mondtam. Nézzük a kollégát. Ki a főnök? Én vagyok a kurva főnök, érted? Persze, maga a főnök, uram. Hogyne. Ez egy percig sem vitott. Nagyon megoszló. Csak mondom, a múltkor leléptem. Itt az lesz, amit én mondok. Mert amit én mondok, az lesz. Persze, nyugodtan. Csak csinálja. Én nem szólok vele. Csináltam? Nem is adtam szót. Első akarom? Igen. Most látom. Pedig nem tűnik szűznek az úr. Ezt onnan rabolták volna, hát az úr. Hogy volt képesre? Hát nézd meg, milyen szerencsére. Zsérépi, hát rép zsekkö! Már is? Nem csináltam sem.
addig? Nem tudom, árok is. Hát úgy... Szerintem olyan 300-as beleütök még, aztán szétessék. Hát... Nehogy a keze essen szét, aztán... Itt a szél feje. Jó van, értitek, hogy hogy kell, hogy elkapjanak. És a szavazást is értitek, hogy mi a lényege a kérdésnek. Tehát ne legyetek focskosok, mint tépzi. Elég keménynek tűnik az a szép. Egy pillanat és ki van idegelve az egész kezem, érted? Nálam alatt a sokkolom. Ilyen Shaolin bütykeim vannak. Már ki is vissza minden a picsába, jó? Mindjárt visszajön. Phoenix, tényleg Zikónak küldjé már 10-et, léci. Remélem typo kijön, aztán mehet a második menet. Ezúttal teljesen fegyvertelen. Hát, ajánlom is. Még nem örült volna, ha lesokkolom mi? Hát, mondjuk lehet, hogy beleremegett volna az ujjam a pisztolyba, azt még a végén fejbe lövöm magamat. Hát, nem szerettem. Élve kell maga. Eddig álljon püföld bele. Nem számolom. Nem fáj még a keze? Nem, mert ki van idegelve. Shaolin bütykeim vannak. Shaolin bütykeim vannak? Ja, a karatekőkökön nőttem fel, érted? Ugye az mi? Aha, hát az egy film. Igen, sorozat, a legjobb film. Hányszor nézte meg eddig? Nagyon sokszor, mind a hármat. Az új az nem tetszik, a régi az az igazi karatekőjött. Mondjuk én egyiket se láttam. Hát mondjuk, ezt én gondoltam. Én egyet csak, hogy a régi karatekölyök az eredeti és az egyetlen. Ja, ja, ez az igazi karatekölyök, igen. Nem vágom. Tényleg nem láttam egyiket sem. Hát igazából azt elbasztod akkor, mert mai fejjel már nem fogja kiváltani belőled azt, mint régen. Tényleg? Na ja. Majd adok neki egy esélyt. De ha mondjuk egy olyan 15-20 évvel ezelőtt nézted volna meg, akkor most tudnád, hogy miről beszélek. 15-20 évvel ezelőtt? Ja. Akkor voltam, hogy 12 éves. Hát igen, erről beszélek. Ha mondjuk akkor lehet? Éltem fénykorom a tínédzserként. Ja. A Hustler meg minden. Ilyeneket nézegetett. Azt a mindenit. Persze, én már akkor is gangster voltam. 12 évesen gangster volt. Ja. Hát akit az utca nyelvvel tudja a rendőr úr. Magát is az utca nevelte? Sosem volt tejfelből a kenyér, érted? Szibéria nevelte, gulág vagy? Dehogy is, Magyarországon nyelvelkedtem, de a hosszú tértén. De azt melyik kerítésen ugrottál át, mi? Hát, már együnk annyiba, hogy Tónán megyei kórházba születtem. Az durva hely? Vagy mi? De. Apám orosz, anyám magyar. De maradjuk annyiba, hogy mivel apám folyamatosan akcentussal beszélt, ez ragadt bennem még. Aha, azt hittem már Tolnába. Ez igen, most anyád meg nem szólt hozzád, vagy mi? Tud kb. Olyan ronda voltam, hogy még bottasi piszkált volna. Őszinte részvét. Inkább seprűvel kérgétett. Bizony, az nem semmi. Akkor már nem adott magának enni. Elvert a seprűvel, meg ilyenek. De. Élik akkor lehet, hogy magának is olyan rossz. Jézusom, három pipa van, geci, ez biztos, hogy nagy lóvé lesz. A túlszájtő úrra lehetne egy olyan rossz. Nem járt olyan rosszul, de a mutára. Hát maradjuk egyéb, hogy ez a túlszájtő úr még jobb ember volt, mint a mutér. Igyekszem. Akkor kimenjek? Mondjuk gondoskodom róla. Csak annyit szerettem, amit az úr szét izé rugdassa a széfet, aztán majd távozik. Még 17-öt beleütök. Figyeld. Érzem.
Jó. Gyakoroltam már gumicukros automatával. Szabad az út. Gumicukros automatát. Van kint 6000 euró. Úgy látom, még azt nem rúgok. Kibaszott 6000 euró? Na, szétrúgta? Azt szét. Ilyet sem láttam még egy acélszévet, vagy tudjátok-e mi van itt Shaolin bütykökkel szétverni? Menni Rófé. Rádiószadok a kollégáknak, hogy maga itt készen van ideben, aztán hamarosan indulni fog? Ja. Jó. Kollégák, az úr itt Shaolin bütykeivel szana szétrúgta a széfet, éppen most pakol ki belőle, hamarosan távozni fog, majd tájékoztatom önöket. Jó, meg vagyok, vigyázzatok el, ne süljön, baszki! Jaj, inkább odállok. Jaj. Te mennyi? Töltött? Hát, a káposzta? Kipróbáljuk. Ne, inkább ne. Mi a helyzet odakint, kollégák? Maguk készen állnak? Jelezzék, hogyha igen, aztán itt engedem az urat. Jó, uram, hogyha távozásra veti itt a fejét, akkor mehet is kifelé. Tornázzal itt aztán tágvilág. Beállt a gyerek? Hát ez nem valami karatekölyök cucc. Szerintem ez a safety-ek a zátka? Nem tudom. Hát jó van, hát... Mehet uram, hogyha gondolj. Én vagy ő? Tornázok egyet. Ezért kérdezem. Jó, megtornáztatom magamat. Sok szerencsét. Napokat. Csumi. Ja. Sok szerencsét, hogy jön. Itt rejt a bukósság. Mi helyzet? Készen álltok, sekák? Hogyne, készen. Mi van most, ezt rám fogtad? Azzal lesztek elárasztva. Mi vagyunk a legnagyobbak. A tudás égszik taposnak. Elég volt most már ebből. A jövő most tehető. A kárt pakli fel. Valami nem jó. Kurva sokan vannak a szerveren. Érzem azért. 32 FPS-en van. Nem a legjobb meneküléshez. Bazd meg. De ez probléma lehet. Csak rock and roll. Ja, tudom.
Az a baj, hogy be kell mennem a városba, hogy legalább kettőt kinyírjak. Muszáj vagyok bemenni a városba, így nem fogok lerázni egyet se. Tegnap kipróbáltam ugye a rendőrmotort, mikor elloptam. 320 volt a vége, azt hiszem? Vagy 330? Konkrétan itt ők egyáltalán nem nyílgázon jönnek, hanem még fékeznek is rá. Viszont kanyarban nagyon gyenge, úgyhogy ezt kell kihasználni. Kobra 11. Megpróbáljuk megcsinálni az átgázolós városost. Hát, ha legalább egybe belemennek, és nem én leszek az. Utána felmegyünk a város északi részére. Ott a kanyarokban megpróbálunk operálni. Reményeim szerint addigra már csak kettő motor lesz rajtam. És ha már csak egy ember van rajtam, akkor indul a buli. Na gyerünk, imádkozzatok, remélem sok vallásos ember van itt. Jó, kettő van csak. Majdnem jó volt pedig. Nagyon rajtam vannak, bazd meg!
Jó! Majdnem meg volt pedig az is. Belvárosi bolt. Bazzang, megint kettő van, kurva életbe. Annyira gyors, bazd meg az a motor. Hol a kurva bejárat? Bazd meg! Ez egy kicsit nehezít a helyzet. Az a baj, hogy stream közben ez itt sokkal nehezebb. Stream nélkül nem lenne ez a probléma. De streamen sokkal többet eszik. Nincs baj, ez annak az oka, hogy rengetegen vagyunk a szerveren és már nem bírja a gépem. Ennyi. Thank you.
Ferox, kösz a követést, jó szórakozást! Az meg. Jó, végül is egy van rajtam. Úgyhogy akár... akár csinálhatjuk is. Mit csinál ez a rendőr? A rádiót, gyorsan! Megvan! Kurva életbe! Hogy ne, nincs nem semmi, gyorsan már, gyorsan! Menj, menj odébb! Oh, faszom! Oké, okay, tűnés! Gyorsan a kocsihoz! Az meg! Ez nem úgy sült el, ahogy gondoltuk. Kurva életbe! Bazd meg! Három pipánál, geci, három pipánál, a kurva életbe! Ez meg... Basz meg, még itt vagyok-e? Hova mentetek? Ott vagy még mindig az épület? Igen, basz meg! Segítsetek, itt vannak a sekák mindenhol. Az meg. Ennek nagyon nem lesz jó vége.
Az meg! Csapi, a hídra fel tudsz mászni? Tudom. Nem legfelül vagyok. Próbálj meg átmászni, és akkor fel tudunk kapni. Most négy vannak már mindenhol. A harmadikon vagyok, kiugrottam a korláton, gyertek ide! Hol ugrottál ki? A korláton, itt vagyok kívül a teraszon. Rendben, nézzünk. Az meg, nagyon sok rendőr van itt. A kurva életbe! Tazd meg! Gyertek már! Gyertek már! Nagyon sokan szaladgálnak itt, geci. Észrevettek. Ez egy fejes volt. Kint, a negyedik emeleten. Az a baj, hogy szerintem nem lesz meg. Nincs tudom, miért csinálnak velem. Mi mentőt hívjatok neki mindenféleképpen, de hát egy gő után összeesett, szóval zennem. Hozzuk le innen, Gerettel egyszerűen. Hát mondjuk egy kis drámát belevihettünk volna. De hát így történt. Tell the villain like I'm trapped in my damn mind. Tell the villain like I'm rapping a damn lie. Tell the villain like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the night time. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I tell it on my face that I'm down numb. Only time you come on my mind when I'm all alone. That's why I'm never really alone in the night time. Change hoes like clothes, I can get attached. Cause these hoes fire starters like lit matches. I've been feeling really lost, looking all attachments. I don't really go outside cause I hate traffic. I don't wanna go outside, get caught in traffic. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Van a bekalásba, hogy akkor csörög a telefon folyamatosan. Ja, elkaptak, igen. Bocsánat. Csak lehet, majd kicsit sokan leszünk. Azért nem tudtam telefonálni, mert vezettem. De elkaptak. Ja, nem, az én nyomtam ki, bocsánat. Davis uram? De a lényeg nem az volt, hogy bejutok-e, vagy hogy sikerül-e a terv, hanem hogy elkapnak, vagy nem. Davis, az egyen-ketten menjenek el, szerintem mindenképp. Igaz, nem csináltak itt semmit, de egyen-ketten menjenek, szerintem lehet sokan lesz. Mi volt a szavazásba? Legyen vagyunk ennyire. Mi volt a szavazás? Jó, megy, gyere. Tervtől független. Tibit elkapták a rendőrök. Terv ide vagy oda? Hát ez csúnyán kivérzett.
Nem tudom, hívtam mentős, de... Én is. Azt a kurva mennyi mobiltelefon. Na de a szavazás nem arról szólt, hogy eljutok-e a terv részéig, vagy nem, hanem hogy elkapják-e Tibit, vagy nem. Akció sikeres, úgy nézzük. El lett kapva, pénz nála. Finegye meg. Ez így rosszak ezek a motoros üldözések. Én nem gondoltam, hogy ilyen káosz lesz a szemem. Bár szerencsés pénz. De az mindegy, hogy tudtatok-e a tervről, vagy nem. Sok könyvolvasás nem segített. Mentős jön? Hát hívtam. Ez kiszámíthatatlan. Egy menekülés. Vagy bejön, vagy nem. Hát a szavazás úgy oda szólt, kéne elkapják írni, Tibit a rendőrök, vagy nem. Szemben láthatóan Tibit elkapták a rendőrök, úgyhogy elkapták. De majd legközelebb. Hát lefutok hozzája. Jó. Hát de alkotói, ha megláttad, hogy kikkel tervezek, akkor láttad, hogy van terv. De hát amúgy is Tibiről beszélünk. Te mindent elbaszok. Gratulálok a nyerteségnek. Szevasz, répa! Na, fiúk, lányok, így ér véget a mai adás. Azt mondja... Igen. Így. Élesítünk egy kicsit. Így ér véget a mai adás, sajnos holnap munka. Csúnya hétköznapok vannak, tudjátok, és már 3-9 van. Úgyhogy... Van egy barátom. Most kezdett el nemrég streamelni, vagyis nagyon rég, sőt, együtt kezdtünk el streamelni. Aztán ő most folytatta. Apexet játszik. Arra szeretnélek kérni titeket, hogy berédeljük őt. Biztos, hogy nagyon sokat jelent neki. Amúgy meg nagyon jól játszik, és hatalmas forma a csávú. Úgyhogy... Szeretném, ha átmennénk, és maradnátok velem a rédbe. Nyomjunk egy hashtag, köszöntünk a Twitch-en újra. Jó? Megteszitek ezt nekem? Hashtag köszöntünk a Twitch-en újra. Nézzétek is, mondom, egy személyes jó barátom, hatalmas forma. Aztán hát, ha találtok egy személyébe egy új embert, akit szeretnétek nézni. Köszönöm mindenkinek, aki segít ebbe. És jó éjszakát és jó szórakozást nektek, Abitnál. Jó éjszakát!